Abban az időben Jézus így tanított. Vigyázzatok és virrasszatok, nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát. A kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a házura. Lehet, hogy este, vagy éjfélkor, kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, virrasszatok. Ezek az evangélium igéi. Elkezdődött a 2017-es év adventje. Kegyelmi idő, kegyelmekben gazdag idő, amit most átél az Istenre váró ember. De ki várakozik adventben? Az ember várja az Istent, vagy inkább az Isten várja az embert? Mindkét gondolat igaz, de teológiailag sokkal kifejezőbb a második tagmondat. Isten vár bennünket. Szent Jakab levelében így olvassuk az apostol intelmét, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jézus Krisztusban a közeljött Istent ünnepeljük. A mai vasárnap feléleszti bennünk a reményt. Érdemes virrasztani, ébernek lenni, hogy észrevegyük azt az Istent, aki életünkhöz közel jött, és nem akarja, hogy szívünk és életünk távol legyen tőle. Az adventi várakozás Isten megtestesülésében gyökerezik. Ez a történelmi múlt csodás tapasztalata. Ez osztotta ketté a történelmet Krisztus előtti és Krisztus utáni korra. Micsoda jel! Még a pogány történetírás is tanúskodik Jézus Krisztus mellett, aki egyszerre Isten fia és embernek fia. Minél inkább megértjük azt, ami a múltban történt, annál inkább fogékonyabbak leszünk arra, ami a jelenben és a jövőben történni fog Isten akarata szerint, és mi mindnyájan ennek az isteni akaratnak lehetünk a munkatársai. Az adventi liturgia az Úr eljövetelének izgalmára és örömteli várására épül. Ez a nagy készülődés nem hiába való. Ha mi megtesszük a magunk apró lépéseit az Istenhez, akkor a jó Isten is megteszi a maga óriási lépéseit felénk. És akkor a várva várt találkozás nem marad el. Adventnek sok jelentése van. Vannak, akik nem az Istent várják. Sokak számára ez a karácsonyi készület ideges várakozásba torkollik fekete péntektől aranyvasárnapig. Akik Istent várják, azok életében növekszik a csend és az öröm. Ez a csend nem passzív, hanem Istenre figyelő csend. Az öröm pedig abban áll, hogy megértjük. Az, akire várakozunk, aki után vágyakozunk, már megérkezett, és szól hozzánk lelkünk mélyén. Az adventi készülődés, az adventi időszak szent utazás Jézus Krisztussal egy úton a betlehemi jászolig. Ez a jászol nem egy fizikai hely, karácsony Krisztus születése pedig nem időpont kezdett, hanem újból átélt tapasztalat. Megengedjük Istennek, hogy bennünk élje újra a maga természet feletti életét. Tanulhatunk az édesanyáktól, hogy mit jelent az adventi várakozás. Amint az édesanya érzi méhében gyermekének növekedését, és nem éri váratlanul kisbabájának a megszületése, hanem újjongó örömmel fogadja várva várt gyermekét, ugyanúgy Jézus is, akit megismerünk az adventi hétköznapok időszakában, lassan és biztosan megszületik az életünkben. Az adventi várakozásnak spirituális és hangulati jellemzője a nyugalom, a kiegyensúlyozottság, az öröm, a gyengédség és az Úrra figyelő érzékszervek. Ha figyelünk az Úrra, akkor nyugalom tölt el bennünket. Nem fognak megzavarni minket a karácsony előtti fények és zajok, a profán szavak és események, meg a csupán vásárlásra ingerlő szólamok és szlogenek. Semmi nem zavarja meg a készületünket,
mert Istennel együtt készülünk karácsonyra, akivel együtt éljük át Isten és ember találkozását és közös életét. Advent számunkra kegyelmi időszak, amikor valóban közel érezhetjük magunkhoz az Istent napról napra, pillanatról pillanatra. Ezt a várakozást imádsággal éljük meg. Urunk Jézus Krisztus, várjuk eljöveteledet, várjuk a békét, mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben. Várjuk eljöveteled, mert ebben a hazug világban egyre inkább az igazságra éhezünk. Annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket. Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk a szabadságot, és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk. Add vissza reménységünket, amit elveszítettünk. Add meg újra a szeretetet azoknak, akik idegenkedve viselkednek egymással szemben. Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben. Kérünk, hallgass meg minket. Amen.